Hivatalosan is átadták a Szederkény és Bogát között létrejött kerékpárutat. A szakasz egy része épített, egy része pedig táblákkal, felfestésekkel kijelölt út. Az avató ünnepségen elhangzott, hogy Szederkényben már hosszú évek óta várták ezt a fejlesztést. Közel 200 millió forint értékben valósult ez meg toppos forrásból. Baranya megyei önkormányzattal konzorciumban dolgoztunk ezen a beruházáson. Egy elhúzódó projektről van szó, 2017-ben nyertük meg a pályázatot, és a megvalósulás az egészen 2022-ig húzódott, úgyhogy most sikerült feltennünk a pontot az íre. A Bringa út építése jól illeszkedik a baranyai kerékpáros fejlesztésekbe, mondta a megyei önkormányzat elnöke. Őri László kiemelte, hogy az elmúlt időszakban számos hasonló beruházás valósult meg. Része annak a programnak, amelynek keretében mintegy 20 helyen tudtunk Baranya megyében az elmúlt években több mint 4 milliárd forintból kerékpárút szakaszokat kialakítani és megépíteni. Ezt a fajta hálózatos, rendszerszemléletű kerékpárút fejlesztést szeretnénk a Baranya megyében a következő években is rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból megvalósítani. Az ünnepségen részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Hargitai János elmondta, hogy a biciklizés szerelmeseit ilyen módon kiszolgáló projektek kapcsolódnak a Mohács 500 programhoz is. Azt is remélem, hogy a közeljövőben Mária Gyűjt Tenkes térségébe vissza tudunk jönni Pogányon át Pécsre is. Tehát létrejön a megyén belül egy ilyen hurok, ami már önmagában turisztikailag értékelhető. És a Mohács 500 törekvéseiben ugye benne van, hogy a két csatasík, a Mohácshoz kötődő két csatasík, a vesztes csatasík Sátorhely térsége, és a későbbi győztes csatasség Villány a Nagyharsány térsége is kerékpárúttal legyen összekötve. Az új kerékpárutat már korábban is használhatták a helyiek és környékbeliek, a jövőben pedig még több biciklist várnak, legyenek turisták vagy a környező településeken élők.